Középiskolások érkeznek a Liszt terembe. A Zeneművészeti Intézet ugyanis most első ízben rövid, kedvcsináló opera bemutatót tart nekik. A középiskolás közönség ez alkalommal Donizetti Don Pasquale című vígoperájából hallhatott részleteket, melyekhez Gönczi László zenetörténész, intézetünk oktatója fűzött magyarázatot. Ez az a legfőbb törekvésünk, hogy ennek a középiskolás korosztálynak megmutassuk, illetve megéreztessük velük, hogy ezek nagyon is élő zenék, nem mereven, nem faarccal, nem okvetlenül vasaltinkben, nyakkendőben kell őket hallgatni, hanem meg kell érteni, hogy ezek hozzánk szólnak, és meg kell találnunk, meg kell értenünk az üzenetüket, és ebben szeretnénk őket ilyen viszonylag szűk időkeretben segíteni. Az egyetemi zenekart Kocsár Balázs, Liszt-díjas karmester, intézetünk adjunktusa vezényelte. Az egyes szerepekben pedig opera szakos hallgatóinkat hallhatta a közönség, így Takács Barbarát, Malaysia Miát, Német Mártont, Pekárdi Tamást, és Szegedi Benyámint. A Lővei Gimnázium tanulója Wolfgang Sebastian azt mondja, tetszett neki az előadás. Én nagyon nem kedvelem az operákat, de ez kifejezetten kellemes volt számomra, és szeretnék többször is ilyet hallgatni, akár élőben, akár lehet utána nézek majd az interneten is. Reméljük, még sokan gondolták így, és máskor is eljönnek hozzánk. Mi pedig megígérhetjük, folytatása következik.